Mumus most már a Ferencváros? Hát jót kérdeztél, először is szeretném leszögezni, hogy a Fradi teljesen megérdemelten nyert idén is. Másodszor volt két emberünk, aki egész héten egy darab edzésen tudott velünk mozogni, ez a Sipos Adrián és a Debreceni Dávid. Őket mi nagyon megérezzük, tehát a hiányukat. Arról nem is beszélve, hogy az Ancsin Gabit körülbelül az ötödik percben veszítettük el, utána nekünk nagyon nehéz volt ez a mérkőzés. Nagyon fájó vereség volt ez, úgy gondolom, hogy ennek ellenére mi mindent megtettünk, szívünket, lelkünket kitettük a pályára, többen alig tudtak fölmenni az öltözőbe. Gratulálok a Fradinak! Álltunk úgy össze, nem úgy készültünk fel, vagy jó felkészültünk a meccsre, úgy gondolom, nem úgy álltunk fel a pályára, ahogyan megszoktuk, és az elején nagyon gyorsan kaptunk sok gólt, és utána futottunk még az eredményére, és sikerült visszajönnünk, de azért elfáradtunk mi is. Ez a rossz kezdés, ez minek volt betudható, illetve ott ugye nagyon gyorsan kért azért Vladan Matic egy időt, és ott vissza is jöttetek, ott mit mondott, amitől így vissza tudtatok kapaszkodni? Hát ilyenkor mindig próbálja, hogy egy kicsit koncentráljunk azokra a dolgokra, amit gyakorlunk az edzéseken, és amiket megcsinálunk. Úgy gondolom, hogy jó volt, hogy vissza tudtunk jönni a küzdés szempontjából, de az, hogy így kezdtünk, az valószínűleg betudható a sok sérülésnek, ami volt egész héten. Például, hogy nem tudtunk készülni, én személy szerint csak a meccsre álltam be, hétfőn sérültem úgy, mint az Ancsin Gabi ma. A DD is csütörtökön állt be az első edzésen, középen nem is tudtunk gyakorolni, még ahhoz képest talán még azt mondom, hogy még nem is ment olyan rosszul, de sajnos így ennyi volt ma bennünk. Fradi mestere az imént elmondta, hogy azért nem nyugodtak meg a végéig, hiszen látták már, hogy a Tatabánya akár 9 gólról is képes visszajönni. Ha az utolsó negyed órát nézzük, akkor valószínű, hogy azt megnyertétek, de azon kívül mi volt, ami elment ez a meccs igazán, azon, amit már említettél természetesen? Igazából azon ment el, hogy az első 5 percben nem is tudom hány gólt kaptunk, szerintem vagy 8-at, utána igazából veszett fejszem nyele volt ez a mérkőzés, tehát felraktunk mindent egy lapra, vagy törvényszerűen belehibáztunk, mert az ilyen rohanást ennyi emberrel nem lehet végigbírni. Volt, amivel a Fradi meglepett titeket ezen a meccsen, de volt olyan játékos, akit ki kellett volna venni ahhoz, hogy eredményesebbek legyetek ellenük? Nem gondolom, hogy valamivel is megleptek, ismerjük a játékukat. Valószínűleg kicsit több koncentráció kell a részünkről, és mindenkinek ugyanúgy kell megcsinálni a saját dolgát, ahogy azt megbeszéljük, és az edző kéri tőlünk. Ugye Matisnak a másik félidő elején nagyon gyorsan kétszer kellett időt kérni, ott mit mondott, és ezt meg tudtátok valósítani utána? Igazából teljesen igaza volt, és azt mondta, hogy nagyon idegesek vagyunk, ezt éreztem én is, részben magamon is, bár a második fél időben már úgy érzem, hogy felszabadultan tudtam játszani, de az első fél időben az egész csapaton érezhető volt ez a feszültség. Miért volt ez a feszültség? Azért, mert a Fradi az elmúlt idejében mindkétszer megvertiteket, vagy itt a kialakult helyzet miatt van bennetek ez a feszültség, hogy nem tudjátok, hogy a következő meccset lejátszátok-e, nem játszátok, vártok az eredményekre? Eddig még nem tudjuk, hogyha rájövünk, akkor megmondom. Győri Mátyás itt említette, hogy feszültek voltatok. Ez minek tudható a kialakult helyzetnek, hogy nem tudjátok, hogy egyébként következő meccset lejátszák, nem játszák, várjátok a koronavírus teszt eredményeket, vagy egyszerűen az, hogy a Fradi az elmúlt idényben kétszer megvert titeket? Hát nem is az, hogy feszültség, hanem inkább zavaró ez a koronavírusos dolog, mert ugye itt halljuk, hogy egyik nap ez a csapat, másik nap az, ezt se tudtuk, hogy ezt a meccset lejátszuk, vagy nem, napok alatt, de attól függetlenül ez szerintem a profi sportban ez nem kellene, hogy zavarjon senkit. Mitől lehet feszült, nem tudom, mert szerintem nem lenne okunk rá, mert hogyha azt játszuk, amit tudunk, és hogyha odafigyelünk, akkor szerintem nem lenne ebből baj, csak valami miatt befeszülünk, és ezt meg kell keresünk ennek a megoldását, és remélem, hogy ez mi hamarabb megtörténik. Lelkileg rájátok a játékosokra, milyen hatása van, például halljátok a híreket, hogy Szegeden többen is koronavírusosak, és hogy hosszú időre kieshet egy játékos, hogyha azt elkapja? Ugye ez nem játék, ugye az ember egészségéről van szó, nem lehet tudni nagyon-nagyon sok információt erről a dologról, ezért az emberek egy kicsit félnek is tőle. Úgy gondolom, hogy nekünk is nagyon oda kell figyelnünk ezekre a dolgokra, és vigyáznunk magunkra, mert halljuk, hogy egyik pillanatra a másikra bárki megbetegedhet és kidőlhet, és kinek könnyebben elmúlik, kinek nehezebben, úgyhogy ezért kell mindenkinek nagyon alaposan és nagyon jól vigyázni magára.